Folytatjuk programunkat. Szelíd gyógymódok integrációja a hagyományos orvoslásban, az antropozófus orvoslás és terápiák szerepe a betegségek kezelésében. És két vendégem, akik elfogadták a meghívásunkat, dr. Kis Eszter antropozófus orvos és homeopata, és Dobra Izabella terapeuta. Örülök neki, hogy itt vagytok velünk. Ez a téma még nem szerepelt a megújulás program történetében, pedig már a 11. Én azt mondom, hogy előbb odaadom a mikrofont a doktornőnek, hogy onnan egy kérdést, mielőtt belekezdenél az előadásba, hogy mikor kerültél te kapcsolatba ezzel a dologgal, és hogy jött az indítatás, mert ugye azért ez egy másik fajta út, mint amit te az egyetemen eddig régen megtanultál. Köszönöm szépen, Silárd. Szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Hát ott kerültem kapcsolatba, hogy valóban elvégeztem az egyetemet, közben született két gyerekkel, utána elkezdtem dolgozni, gyógyszeriparban is, és klinikán is, és ez a gyerekeket mivel gyógyítsam, klinikán mivel gyógyítjuk, egy szerencsés voltam, a reumatológiára kerültem, ahol szinte csak palliatív ellátás, az azt jelenti, hogy a tüneteket próbáljuk megkezelni. Tehát, hogy ott semmiféle okiterápia nem zajlik, ez egy fájdalom csillapítás gyakorlatilag jó erős gyógyszerekkel, közben a gyógyszeriparban dolgoztam pénzkeresés okán, és ott így összeállt a kép, hogy így van, hogy nem stimmel. A gyógyszeriparban ugye jött ez a pénzérvek, ahol így az ember folyamatosan szembesül azzal, hogy de mi a lényeg a profit, és akkor egyre kevesebb értelme van a szakmaiságnak, illetve a szakmaiság sem teljesen megalapozott, tehát láttam, hogy ez hogy működik. Láttam, hogy az, amit ott csinálok, a reumatológián, az nem biztos, hogy annyira a gyógyulásnak az útja, inkább csak egy kezelés. Közben a saját gyerekeimet is kezelni kellett volna, és akkor így kezdődött a homeopátiás tanulmány utam, ami azóta is tart, mert hogy ezek a alternatív vagy kiegészítő terápiák, ezek ilyen holotomiglan tartó történetek, tehát hogy ez folyamatosan bővül a tudás. Aztán az antropozófia az pedig úgy jött, hogy aztán pedig jött a következő lépés, tehát még két gyerekem, és aztán tőle kezdődött a korporálunk kellünk tanulni, és akkor körbenéztünk Szegeden, és egyik óvodácsot találtuk meg, hanem nekünk azért nagyon finnyásak vagyunk, hanem nem így neveljük a gyerekeket, és akkor egyszer csak megtaláltuk a Waldorf óvodát, és akkor azt gondoltuk, hogy hú, ne ezt ott így csináljuk otthon, vagy így szeretnénk, nem tudom én, akkor ez egy jó. És ami az iskolában, illetve a pedagógiában a Waldorf módszer, az orvoslás, az antropozófia, antropozófus orvoslás, és akkor mellé voltak a gyerekek, akkor gondoltam, hogy a monopártiát tovább hűvítem és kiegészítem azzal, hogy a gyerekeim járnak. Ez volt egy rövid kaland, néhány éves volt. Nagyon köszönöm. Akkor mielőtt ugye az előadás megkezdődik, azért Bellának is adunk egy kis mikrofon, hogy te mióta kerültél kapcsolatba ezzel a dologgal, és hogyan jött, mert tudom, hogy te azért előtte is már emberekkel foglalkoztál. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Én az antropozófiával nem olyan régen kerültem kapcsolatba, ami azt jelenti, hogy az orvosképzés előtt egyik kedves ismerősöm hívta fel a figyelmet rá, aki a párom is, akivel családot alapítottunk, hogy hát van ez az orvosképzés, ami az antropozófia elven alapul. A Waldorf pedagógiának a Waldorf iskola rendszert már ismertem, úgyhogy szimpatikus volt, és így elkezdtem az antropozófus orvosterapeuta képzést. Ami Magyarországon nem olyan rég kezdődött, azért azt is mondjuk el, tehát előttük volt egy csoport, szintén ennek a három éves képzésnek a bezárásával kezdődött a mi csoportunk, és most fog idén indulni egy újabb csoport, egy olyan antropozófus orvosterapeuta képzés, ami olyan három éves ciklus. Úgyhogy még most képződnek így Magyarországon az antropozófus orvosok és terapeuták, és én azóta mélyedtem el ennek az ágnak a terápiás módszereiben. Hála Istennek, hogy segítettek majd nekünk. Akkor én most kérlek, doktornő, hogy kezd el.
onnan folytatom, ahonnan te abba hagytad, hogy ez még eddig nem szerepelt, és hogy ilyen dolgokról még eddig itt nem volt szó. Igazából az a jó az antropozófiában, hogy maga a szó az teljesen kimondhatatlan, tehát nem sokan találkoztam. Hát az én nyelvem is beletört. De hogy nem új dolgokról van szó, tehát hogy maga az antropozófia, az orvoslás szó, leveszem a végéről, ez egy filozófiai ág, ha úgy tetszik, de abban sem új keletű, tehát semmi újat nem talált ki az ajurvédához, a hagyományos kínai orvosláshoz, a tibeti módszerekhez képest. Gyakorlatilag azt frissítette, európanizálta, illetve tette elérhetővé a mai ember számára, mert hogy nem Indiában élünk, nem úgy éljük a karmát, ahogy ők, nem olyan lelettel bírunk, ahogy a keleti kultúrákban az emberek. És a nyugati materializálódás ránk is hat, illetve hogy kell is, hogy hasson, hiszen most itt talán merültünk ebben a másföldi létben, és hogy az sem egy módszer, hogy nagyon spirituálisan, karmikusan elszállni és nem megélni a hétköznapi dolgokat. Valahogy ezt egyesíti az antropozófia, ez egy több mint 100 éves filozófiai módszer, Rudolf Steiner nevéhez köthető, és gyakorlatilag ő összegezte nevén, és deformálta meg ezeket a nézeteket. Tehát ugye az antropozófia gyakorlatilag ezt akarja, ezért aztán amikor így az ember elkezd ezzel kapcsolatban olvasni, tájékozódni, utána nézni, akkor azt látja, hogy jaj, persze, aki már így foglalkozott egyéb filozófiákkal, az meg fogja benne találni a saját módszerét, sőt, aki foglalkozott kereszténységgel, vagy vallással, bárhogy, abban is meg fogja ezt találni, ez egy keresztény filozófia egyébként, tehát a krisztusi útra épít, mint a középre. És ez érvényes az orvoslásban is olyan szempontból, hogy abszolút egy közepet képvisel, tehát hogy ugyanannyira alkalmazza a hagyományos akadémikus orvoslásnak a materiális részét, a fizikai test tüneteinek a gyógyításában, mint amennyire a keleti módszerek foglalkoznak a lélek dolgával, ezt egyesíti, középre hozza, széles körülé teszi. Hát akkor ez nagyon az én számíze szerint van, mert én elvileg azért 6 évvel ezelőtt ezt a megújulást azért hoztam létre, hogy a keleti és a nyugati orvoslás kicsit kezdjen kibékíteni és összekapcsolni. Hát akkor kibékíteni. Így van, kibékíteni. Na, hogyha ezt a szót halljuk, hogy antropozófia, akkor gyakorlatilag emberismeret, emberi felépítésről való tudás, erről van szó. Nem nagyon szokott, hogy sok helyen sokat beszélünk erről, amikor így elhívnak bennünket, és akkor most pont itt beszéltük a Bellával, hogy nagyon, tehát így nem készültünk így füzetszerűleg, hogy akkor most azt fogjuk elmondani. De én sem nagyon készültem, mert hogy mindig úgy érzem, hogy van valami friss impulzus, amit így az ember behoz az előadásába, és pont ma reggel én már megjártam Pestet, ahol volt egy pont a következő antropozófiai orvos képzésnek az oktatói továbbképzése, és akkor beszéltük, hogy akkor mi az, ami így az oktatásban jelen kell, hogy legyen, milyen pillérekkel nyugodjon. És hogyha orvoslásról beszélünk, akkor ugye mindig megemlítjük a nagy elődöket, az ősöket, akik itt tényleg tettek valamit ehhez az egész rendszerhez, és akkor összemegyünk egészen Hippokrátészig, Paracelsusig, még jobban vissza. És hát, hogyha tényleg visszamegyünk a paracelsusi medicináig, ami gyakorlatilag az alapja mindenféle orvoslásnak, és megnézzük azt, hogy Paracelsus mire alapozta az orvoslást, akkor ő azt mondja, hogy 4 alappillére van annak, hogy egy orvos, vagy egy gyógyító közösség hogyan tud állni a betegekhez, illetve hogyan kellene, hogy álljon a betegekhez. Ebből az egyik az a filozófia. Tehát, hogy legyen egy olyan hit, ismeret, tudás, egy olyan emberismeret és világismeret, ami alapján megértem, hogy az előadásból honnan jött, hova tart, és nem csak a saját életútjában, hanem úgy általában az emberiség útjában. Ez az antropozófiában ilyen formán adott, de hogyha most azt mondom, hogy hagyományos kínai orvoslás, akkor azt mondom, hogy igen, abban a filozófia ugye a kínai filozófia, ami teljesen, tehát hogy abszolút nincs kibékíthetetlen dolog. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy meridián, akkor mi azt mondjuk, hogy éteri áramlatok. Tehát, hogy teljesen megfeleltethetők még a... Csak a szavak mások. Szavak mások, így van, nomenklatúrák, teljesen összeegyeztethetők.
tehát az egyik alappillére a filozófia, tehát hogy legyen egy olyan, amiben hiszünk. Most, hogyha az akadémikus orvoslást veszik, akkor leginkább ők azt mondják, hogy materializmus, ez a filozófiája az akadémikus orvoslásnak, anyagot gyógyítanak az anyaggal, testi tüneteket a kemikáliákkal. Ez nem egy elvetendő dolog, tehát ez nagyon jó, azért nem kukába dobandó az elmúlt 150 év robbanásszerű fejlődés az orvostudományban, nagyon nagy segítséget nyújt egy csomó mindenben, de ugye az emberiség történelmében azt láttuk, hogy mindig jön egy nagy dömping, hogy fú, ez szuper jó, abban mindig egy kicsit túllövünk a célon, hogy fú, akkor megyünk a Holdra, jó, akkor már telkeket vásárolunk a Holdon, nagyon inkább maradunk a Földön, tehát mindig van egy ilyen kis túláradás, kiegyenlítődés, és azt gondolom, hogy valahol mi most ott tartottunk az akadémikus orvoslás dolgaiba, hogy már bőven túláradtunk, tehát már azt gondoljuk, hogy tényleg mindent csak anyaggal gyógyíthatunk, és most már azért jönnek ezek a hangok, hogy vagy lehet, hogy nem csak azzal, lehet, hogy kicsit túllőttünk a célon, és akkor most ezt meg is bosszulja magát. Dolgozom én is a szakmában, tehát hogy nem csak homeopataként és antropozófus orvosként, hanem a szakvizsgálatot, tehát hogy elmegyek én is klinikumba dolgozni. És ott is teljesen elfogadott már az, hogy hát igen, már nem úgy gyógyítanak az antibiotikumok. Tehát ezzel már nem tudunk úgy operálni. Igen, azt már nem tudjuk megtenni, hogy. És most már egy alternatív irányban nem érdeklődő orvos is nagyon megválasztja a gyógyszert, mert már nem úgy hatnak. Tehát, hogy ebben már van egyfajta visszalépés, na de akkor mi legyen helyette. Szóval kell egy filozófia, amire így építünk. Ez, amiket így álmodtam. A második alappillér az a kozmológia, ezt így is lehet mondani, ezt az antropozófiában szeretjük ezt a szót, hogy kozmológia, esetleg asztrológia szintjén jobban elterjedt. A lényeg az a kozmikus világ megértése, tehát hogy ahogy a világot kint látjuk, az bennünk is ugyanúgy valahogy leképeződik, ahogy a bolygók, ahogy a csillagok állnak, működnek, amilyen neveket ennek adtak a görögök, rómaiak, azok igenis egy működő, valamiféle hierarchikus szellemi lények, amik befolyásolják a mi összetételünket is. De ez a nyugatiban nincs, nem? Ez a nyugatiban nincs, de ez már például Paracelsus leírta, és a nyugati orvoslásban, legalább csak én kezdtem az egyetemet, akkor mi nagyon bőszen alapoztunk Paracelsusra és Hippokratészre. Én ennek nagyon örülök, hogy ez a nyugatiban. Ez kikopik utána 6 év alatt, utána nem nagyon tudnak vele mit kezdeni, nem lesz értelme, tehát hogy nem, nincs ilyen szinten értelme. Tehát, hogy kell egy világismeret, nem elég az, hogy egyre közelebb mikroszkóp alá helyezem az embert, és egyre jobban megismerem, és most már a gének szerkezetétől kezdve már annak minden apró cseprő részletét ismerem, hanem kell, hogy egy kicsit kitágítsuk, és még jobban, és ez a kép ez így összetevődik, és ahogy kint ott bent, ahogy fönt ott lent, erről szól gyakorlatilag a kozmológia. Aztán a harmadik alappillére, ezt úgy hívjuk, hogy alkímia. Ez nagyon jó, mert ez akadémikus orvoslásnak erre. Azt mondják, hogy gyógyszerek nagyon jó, ezek vannak nekünk. Erre mondjuk azt mondja a hagyományos kínai orvoslás, hogy alkímia, mint hogy rakjuk össze olyan anyagokat, amik gyógyítóan hatnak, indítsunk el folyamatokat, és ugyanezt mondja az összes keleti gyógyászati módszer is. Ezt mondja a homeopátia is, hogy rakjuk össze olyan potenciált szereket, amik folyamatokat elindítanak a szervezetbe. És hát ugye Paracelsus is nagy tudora volt a spagirikának, mint alkímiának, amikor is anyagokat úgy teszünk össze, hogy azok értjük, hogy miért, honnan jöttek és hova tartanak, és hogy milyen folyamatokat segítenek a szervezetben. És amikor összerakunk az alkimista, ugye keresi az alkánumot, az örök élet kulcsát, de hogy valahogy ez a kulcs az egésznek, hogy tudunk úgy összerakni szereket, hogy egy meg egy szerben az nem kettő legyen, hanem három, sőt, ahogy ezt odaadjuk a szervezetnek, azzal ő még tovább dolgozva valami jót hozzon ki belőle. Az antropozófiában ez azért jelentősen más, ez az alkímia, mint az akadémikus orvoslásban. Itt is van olyan, hogy tüneteken próbálunk gyorsan segíteni, de azt is megpróbáljuk így a test erőinek a mobilizálásával, nem pedig egy elnyomó szerrel. És aztán persze ott van, amikor szükség van a sürgősségi esetek és egyéb dolgok, akkor igenis szükség van az elnyomó tünetet eltüntető szerekre. Szóval az alkímia. A negyedik pedig az nagyon érdekes, ez is kikopott manapság szerintem az akadémikus orvoslásból, az maga az orvos jelleme. Tehát, hogy ki a gyógyító ember. Ez egy folyamatosan fejlődő történet, nyilván neki indul valahonnan és tart valahova. Ez a segítő személyiség? Segítő személyiség, önfejlődés, az, hogy ami
ami a másikkal történik, az elős történik, tehát ugye nem csak úgy mondom, hogy szerintem ez neked jó lesz, vagy nem tudom, ki is próbálom, tudom, hogy akkor közben mi történik. Mert hát a legfontosabb azért az önismeret, tehát hogy az ember átmegy ugyanazokon a kríziseken, amiket aztán megold, és ezáltal tovább magasabbra kerül, mint az éló pont, tehát hogy mindig megért valamit, és ez a jelenfejlődés ez egy folyamatos, tehát hogy ez egy folyamatosan tartó történet, és hát hogy ott van az egészben a moralitás, tehát hogy az az etikai hozzáállás, ami igen, az egy nagyon vékony tehát hogy nem tudjuk, hogy most akkor sokszor nem tudjuk, hogy most jót tesz, vagy nem jót tesz, segítő, nem segítő, mondjuk, nem mondjuk, adjuk, ne adjuk, erőltessük, ne erőltessük, ugye az etika az mindig egy nagyon kényes kérdés volt az akadémikus orvoslásban, és perifériára is került, vissza megyében volt egy fél évünk, ennyi, ez volt az etika. A betegjogokkal 7 pontban valahogy tárgyaltuk, és aztán ebben ki is merül. De hogy az orvosnak a jelenfejlődés, szóval ez a 4 alappillér kell hozzá. És úgy tudom, hogy az sincsen a kiválasztódásnál, hogy kinek a jelleme alkalmas arra, hogy orvossá váljon. Hát nincs, hogyha elfogadunk, hogy akkor azt gondolom, hogy bárki vált hozzá, tehát hogy csak időkérdése vagy akaratkérdése vagy a fejlődésben, akar-e valamilyen irányba tovább menni az illető orvos. Tehát olyan a 4 alappillére van, és ezt én az antropozófiában nagyon jól látom, hogy ez így megvan, ugyanis a képzés során igen, sok embernek köztük nekem is borult fel fenekestől az életünk, estünk át olyan kríziseken, amiken átdolgoztuk magunkat, és voltak nagy viharok, amik elcsatosuk, és megoldottuk, és tovább léptünk, tehát hogy igen, úgy látszott, hogy egy kicsit úgy átrendezte a dolgokat. Ugyanis már maguk a képzés során is mi is keresztül mentünk olyan terápiás módszerek tanulásán, gyakorlati úton, ami elindít, megmozgat, újra rendez, hát sok mindennek néha ahhoz le kell lomolni, hogy újra lehessen építeni. Szóval szép 3 évünk volt ez alatt a képződés alatt. De hogy én azt gondolom, hogy az biztos, hogy elindult valamiféle autiszki ellen fejlődés. Persze, örök életig tart, tehát hogy ez biztos, hogy így van. Na hát, ezeken nyugszik az antropozófikus orvoslás, és akkor ami nekem még nagyon-nagyon tetszik benne, az az, hogy terápiás közösségekben gyógyít, tehát hogy nem arról van szó, hogy az orvos, mint félisten ül az asztal egyik oldalán, és a halandó hozzájárul, és majd akkor ő megmondja, hogy tuti, hanem az antropozófikus terápiák többes számban vannak. Nem csak azért, mert lehet, ami az egyiknek nem hat, az már hat, a másiknak az majd így elérhető, hanem a bizonyos megbetegedések bizonyos oldalról közelíthetők meg, bizonyos tudati szinten, bizonyos anyagokkal, bizonyos hővel, bizonyos hozzáéréssel, értéssel. Ezért aztán nagyon széles tárházak az antropozófikus terápiáknak. Ezek számos tudján lapozok is látjátok is, hogy akkor az... Most egyetlen kérdésem van, hogy úgy hallom, hogy megy a zene. Hogy ez zavarja valakit? Jó, akkor ez marad így még, jó? Na, tehát, hogy itt látszik az antropozófikus terápiát, az lehet, hogy furcsa nevük van, megint csak, de hogy ezeket is így le tudom esetleg fordítani, hogy melyik hogyan jelenhet meg, a már ismert, akár keleti terápiákban, akár a hagyományos akadémikus orvoslásban. Az, hogy van egy terápiás beszélgetés, oké, ez megint csak az akadémikus orvoslásnak nem az erőssége, 3 perc van egy betegre, abban nagyon kevés derül ki. Nyilván egy esetfelvétel az alaphangon egy másfél óra, inkább azt mondom, hogy több havi visszatéréssel is lehet megismerni egy betegnek úgy az életét, hogy bássuk, hogy mi van mögötte a neki dolga. Ez egyrészt mondom, az esetfelvételnél derül ki, amikor az orvos így nagyjából körbejárja, hogy akkor honnan jött, hova tart, mi történt a fogantatása pillanatától, illetve még azt megelőzően a családjával, és hogy egészen addig mi történt az életében, az ő nagyobb betegségei miket tükrözhetnek, illetve itt látszik egy ilyen, hogy biográfia munka, ez akkor belállnak a szakterületen, ez pedig az életutat veszi végig, ugyanis beszéltem már a kozmológiáról, bizonyos évhetességek, bizonyos bolygókorszakokhoz köthetően meghatározzák azt, hogy éppen mi kell keresztül mennünk, mi az, amihez különösen erők vannak, mi az, ami támogatott, mi az, ami nehézséget okoz, mi az, ami a küzdelmeket hozza.
És ebben van egy tudatos megértés, ez, hogyha segítünk a beteggel tudatosan megértetni, akkor abban lesz egy feldolgozás, ez a biográfia munka, ez egy sorozat, ami gyakorlatilag feltárja az önismereti utat. Tehát segít neki megélni az útját. Így van, ráterelni, amelyre kellene menni egy gyógyelmítmény, hát ez egy nagyon szép szó. Ez egy mozgásművészet, amiben gyakorlatilag az ember letáncolja, lemozogja a betűket és a zenét. Az euritmiának több fajtája is van, hogyha van valakinek egy Waldorf iskolába járó gyereke, akkor tudja, hogy ott euritmiáznak a gyerekek. Ez egy pedagógiai euritmia, a fejlődéshez is nagyon fontos, szükséges. És ez tanárok tartják ezt az euritmiát? Igen, vannak tanárok, akik euritmia tanárok, illetve vannak olyan terapeuták, akik az euritmia alapképzés után gyógyeuritmistává képződnek. Ez egy jó hosszú folyamat. Mindig a képzés hossza az általában mutatja azt is, hogy mire van szükség hozzá, tehát egy gyógyeuritmistának képződik 8 év, tehát hogy azért mire, mert hogy nem csak az van, hogy így csinálom, így csinálom. Hogyha mondjuk látunk ilyen euritmiát, akkor én inkább egy tájcsihoz hasonlítanám. De nagyon sok jogára is felismerhető benne. Tehát amit annak idején így jól éreztek, mert még volt hozzá egy kapcsolatuk, hogy ezt így kellene, az most itt egy tudatos mozgásban jelenik meg, hogy miért is érezték ők azt jól. Tehát hogy tudom én magam körül úgy formálni a teret és a saját testemet, hogy azok az életerők induljanak el bennem, amik végül gyógyítóvá válnak. Ez a gyerekeknek egyébként nem egy öröm az iskolában, az én gyerekeknek nem sem szeretik az euritmia órákat, de a gyógyításban nagyon szokták szeretni az etetet. Művészeti terápiákon nagyon-nagyon nagy. Ez is még egy kérdés, hogy ez zenére megy, ez a mozgás? Van például a művészeti euritmia, ott kifejezetten zenére megy. Tehát ott van egy zene, amit gyakorlatilag ők lemozognak. Ez hasonlít nagyon nagy mértékben a balethez, de mégsem az, tehát hogy nem. Ez egy látható zene lesz, hogy gyakorlatilag az egész tér színekkel együtt, az az gyönyörű látvány egyébként. Maga a művészeti euritmia több ága van, a gyógyeuritmiában nem zenére megy, egy bizonyos betűk, vagy bolygómozgások, vagy olyan mozdulatok tartoznak egy-egy emberre direkt specializálva, ami az ő gyógyulását segíti. Nem zenére megy. A művészeti terápiák, ez a kedvencem. Mert hogy a művészet mindenkié, tehát hogy ez egy ilyen szlogán, de hogy ez így van. Sajnos a porosz iskolai rendszer ezt így gajra vágja már azt hiszem az első osztályban, hogy te tudsz rajzolni, te nem tudsz rajzolni, te tudsz anyagozni, te nem tudsz anyagozni, de hogy a gyerekek egyébként alapvetően még az óvodában abban tudatban élnek, hogy mindenki tud rajzolni, csak... De és ez így is van? Hát és ez így is van, ez így is van. És a művészet az egy olyan tevékenység az életünkben, nagyon sok mindenben megjelenik. Tehát most itt nem kell nagy dolgokra gondolni, hogy most nem kell hazaszaladni gyorsan és festővásznak lenni, meg nem tudom sok pénzt erre elkölteni, az is művészet, ahogy mondjuk tésztát dagasztunk és közben mozgunk, vagy ahogy az ablakot pucoljuk és közben megtörténik. Tehát, hogy vannak hétköznapi művészeti mozgások is, csak nem arra használjuk őket. De hogy valóban művészetre mindenki képes, és hogy mindenkinek szükség van rá, ez a léleknek a szelepe szerintem, tehát, hogy itt az, amiben így ki tud fejeződni, meg tud mutatkozni, nagyon sokszor elzárt, lezárt, a beteg számára sem ismert folyamatok meg tudnak mutatkozni. Az antropozófiában nagyon sok művészeti terápiát használunk, az anyagozástól kezdve a festésen át a zeneterápiáig, illetve van az a beszédképzés, ez nagyon szép történet, és akkor majd a Bella fogja nekünk abból a zenéből a árfás terápiát bemutatni, ami kifejezetten így az egy passzív történet, de egyébként nagyon sok aktív zeneterápia is van az antropozófus gyógyászatban. Ritmikus masszázs, hát ez legjobban a ritmikus és a breszel masszázs, két ember is elkezdett ezzel foglalkozni, ezt mondjuk a siacuhoz tudnám hasonlítani. Tehát nem arról van szó, hogy átgyúrjuk az embert és akkor föllazítjuk az izmokat, hanem simító mozdulatok megfelelő irányba, megfelelő erősséggel azokat az életerő áramlatokat indítják el, éteri áramlatoknak mondjuk mi, meridiánoknak mondják, vagy csínek mondják, amarról a másik ügyeszedben indítják el, amik szintén a gyógyulást. Egy olyan kérdésem van, hogy erre külön ember tanulhatja ezt meg, vagy az orvos, aki elvégzi ezt, ő is tudja. Terapeuták képződhetnek ritmikus illetve. Tehát ki van erre a típusú masszázsra. Igen. És te ezt a masszást, Bella,
nem tanultad meg, vagy nem szeretnél? Pluszban még nem, hát azért ez is több év, tehát azt hiszem 3 év, vagy 4 év szintén ennek a presszelnek és a ritmikus masszázsnak az oktatása, tehát az még nem fér bele a többi mellé. Ez egy nagyon komoly oktatás. Elnézést, hogy bevontalak a beszélgetésbe. A külső beavatkozások az egy nagyon jó terület, mert azt haza lehet adni anyukáknak, ápolóknak. Itt olyan, az, amit ezt a népgyógyászathoz tudnám a legjobban hasonlítani, hogy amikor még tudtuk, hogy miért kell a szénvitumos borogatást rakni a megrándult bokára, vagy a citromot miért rakták a talpra, vagy miért kerték ezt még, akkor még tudták, most elfelejtettük, sőt, megtagadtuk, aztán most ez meg a megértés, hogy azért működik, mert, és ehhez adunk egy tudatosságot, tehát így mosódik össze a megérzett terápia és a megértett terápia. Itt vannak olyan pakolások, borogatások, szervbedörzsölések, amik kifejezetten arra betegre individualizáltak, hiszen azt van egy életfolyamat, amiben felismerjük, hogy már itt a májjal kellene dolgozni, akkor nagyon jó kis májpakolások, májborogatások vannak. De nagyon sok workshopot tartunk mi a rendelőnkben, tényleg hétköznapi emberek számára, hogy mit lehet tenni egy köhögés esetén, egy gyömbéres mellkas pakolással, mit lehet tenni, hogyha valaki lázas, hogyan kell borogatni, mikor, melyik fázisban kell melegíteni, mikor kell hűteni, hova kell tenni a melegvizes parackot, mire jó a cickafarkó, ha érdemes azt pakolni, részkenő, stb. Tehát, hogy nagyon sok, nagyon nagy a felhasználási területe. Ne, én csak annyi, hogy ezt a részét ennek mennyire fogadja el a nyugati orvoslás? Hál' Istennek most már azért kezdi. Nekem is ez a tapasztalatom. 2011-ben kijött például a lázkezelési irányelv, megkapták a gyerekgyógyászok, mindenki olvasta, az biztos már, hogy most múlt hónap az öcséméket leszitták, hogy miért nem csinapították a gyerek lázát. Az öcsémet nagyon felkészült, mondta, előhúzta az irányelvet a táskájából, hogy 2011 óta, hogy elírták, hogy nem kell csinapítani lázat. Nem szerették azért ott a kórházban, bővítik a gyereket, de nagyon de azért örülök, hogy ez elindult. Ez elindult, igen, ez abszolút elindult. És akkor itt vannak a fürdők, amik szintén egyrészt hazaadhatók, másrészt az egy ritmikus masszázsral összekötött fürdőterápia. Ez egy ilyen teljes testkezelés, ez van nálunk is a rendelőben, egy fantasztikus dolog, ebből is egy sorozat van, külön személyre szabott olajat választunk ki, azt porlasztjuk a fürdőbe, és jár hozzá ilyen kefével egy alapos áttörzsölés, aminek szintén megvan a módja. És akkor itt vannak az antropozófus gyógyszerek, amiket ugye nagyon leszeretném egyszerűsíteni, akkor mint a homeopátiában potenciált szerek, és mint a fitoterápiában a gyógynövények, illetve a megfelelő szubstanciák úgy, mint ásványi anyagok és fémek, a megfelelő bolygóhoz, testrészhez, panaszhoz kapcsolva elindítanak egy folyamatot, amit utána a beteg így befejez. És akkor ugye ez de szépen hangzik, biztos ilyen nincsen sehol. Én először hoztam egy olyan fotósorozatot, amit a képzésünk végén, 2 évvel ezelőtt, nyáron készítettem, amikor tanulmányúton voltunk, és Svájcban volt, és Németországban, és körben jártuk az antropozófus klinikákat. És hát akkor a cájtát néztük, hogy jaj, de nem nekik, mert hogy ráadásul az az egészben pláne, hogy nem tudja, hogy Szegeden bemenne az ember a belgyógyászati osztályra, és akkor ez így néznek ki, mert hogy ezek a területileg illetékes, nincs kiírva a antropozófia sehova, nincs kiírva sehova, vagy itt antropozófus orvosok dolgoznak. Ez az a rendes klinikán belül van. Igen. És itt is van ilyen? Hát, még nincs. Ez csak egy ilyen költői kérdés. Igen. De hogy úgy néz ki az egész klinika, bennem azt fogalmazódott meg, nem tudom, hogy hányan jártak már Waldorf iskolába, mint hogy felnőtteket egy kicsit Waldorf iskolába iratnák. Tehát olyan az egésznek a külsej, ezt most meg is fogom mutatni egyébként, hogy hogy néznek ki ezek a klinikák. De ez a bejárat volt, ez nem kint van, hanem bent, tehát ilyen szép zöld környezetben zajlik az egész. Ezek azok a falak, amik a Waldorf iskolában megtalálnak, ezek a lélegző falaknak mondják, nincs lezárva semmilyen felület. Amikor a Bellától kértem, hogy képet teszek fel a Facebookra a program hirdetésére, akkor azt mondta, hogy hát ezek olyan különleges képek, és tényleg az, tehát annyira érdekes, érzést keltő, finom
színárnyalatok. Igen, ilyen így volt a klinikában, hogy mozog, lélegzik. Ez még mozog is. Nem mozog, de hogy az egész lélegzik, tehát itt a belzatlán egy nem lát a felületeket. Ez is egy beltéri fotó. Ja, hát ez volt a kedvenc képem, tehát itt is ugye beír az ember a klinika kertbe, akkor ki van írva, hogy belgyógyászat jobbra, gyerekgyógyászat balra, nem tudom én, röntgen, két emelettel lettem, és akkor hát nem tudom, hogy ki beszél németül, de ott az legalsó sorban szépen ki van írva, hogy pszichoterápia, művészetterápia, gyógyeurikmia, zeneterápia, beszédterápia. Tehát fantasztikus, hogy így bejön a beteg, és akkor gyerekgyógyászati osztály erre találja, és zeneterápiára meg amarra tud menni. Ezeket a betegek készítették kis kézműves dolgok, mint ám sarokban volt egy ilyen falszekrény telelakva betegek által készített dolgokkal, ezek a bizonyos lélegző finom falak. Mindenhol van egy kis éjszakasztal, mindenhol ez egy kis szentély, tehát hogy jelezve azt, hogy itt emberek vannak. Hogy itt emberek vannak, nem csak fizikai voltukban, igen. Ez az euritmia terem volt. Nagyon jellemző az antropozófiában, ez a pentagramma. Ezt most hogy kell nézni? Ezt alulról így lefényképeztem. Ez eleve az egész egy ötszög, és még az ötszögek is ötszögekből vannak összerakva. Ez, hogyha az embert néz, most elképzeljük a Leonardo da Vincinek a rajzát az emberről, akkor az egy pentagramma, az ember egy ilyen csillag. Igen, a fal és a mennyezet, aki a találkozás. Fal és a mennyezet találkozása. Én közvetítem be a szavait, mert csak két és ez ilyen környezetben zajlik egy ilyen gyógyeuritmia óra. Aztán utána átmegy a kedves betegnek, mondjuk megkapta a pakolását, és mondom, tehát, hogy ez így nem szabad kérdezni? Igen. Hogy milyen típusú betegségeknél lehet? Rendesen ugyanúgy van belgyógyászat osztály, oda megy mondjuk magas vérnyomását beállítani, vagy van egy szívbetegsége, vagy nem tudom én, bármi. Tehát a gyerekek oda mennek, mert van egy mandulagyulladása, a gyerekgyógyászati osztályban már mutatom, hogy van a szülészet. Tehát ez egy rendesen területileg illetékes klinika. És akkor kidönti el, hogy akkor neki most mit kell csinálni. Itt antropozófus orvosok dolgoznak, és ő illetik nekik az antropozófus terápiákat. Ezt az antropozófus készítményt kapja meg naponta háromszor egyszer, illetve kapjon hetente 5 művészetterápiát, 4 fürdőterápiát és 5 májpakolást, mert neki arra van szüksége. És akkor a beteget kísérgetik, hogy akkor most ide vagy oda kell mennie. Jól ellátott művészetterápiás helység. Hát ezt azért raktam be ezt a képet, mert hogy bármennyire is hihetetlen, ez a sürgősségi osztálynak a csendes kis pultja, tehát hogy ez ahova megérkezik a mentő a akut. Az akut ellátást igénylő beteggel, hiszen ez fantasztikus, hogy így egy angyal és ezek a képek, tehát hogy tényleg ilyen nagyon finom minden, ilyen képek találhatók a falon. Hát és ilyen környezetben van, ezt most nem biztos, hogy mind Szegeden tudjuk reprodukálni, de azért ez hát tehát szerintem itt most a fák lennének a legkedvesebb ember. Igen, ez már egy következő klinika, tehát hogy nem csak az egyik helyen, továbbadjuk a következő városban is van antropozófus klinika, innen is mutatok pár képet az egésznek a hangulatát. Szabad azt tudni, hogy ezek hol vannak? Filderstadtban van a Filder klinik, tovább menve Svájcban, Dornakban van az Ita Wegmann klinika. Összesen Németországban van 3 nagyobb antropozófus klinika, Svájcban van a 2, van még a Lukács klinik. Ezek a klinikák mellett. Ilyen képek találhatók a falon, ilyen alkotásokkal mindenfele. És akkor, hogy kinek a nevéhez kapcsolatban, Rudolf Steiner ugye lehozta nekünk így az antropozófiát, mint filozófiai irányzat, és akkor ő egy doktornővel dolgozott együtt, akit Ita Wegmannnak hívtak, ő ami anyánk ilyen szempontból, ő ebben a házban dolgozott. Nagyon lemületes hölgy volt, aki aztán még is megalapozta az antropozófus gyógyászatot orvosként, Rudolf Steinerre karöltve. Ez az ő kis házikója. Mindenhol érdemes figyelni ezeket a kis pentagrammákat, a legapróbb részletekre figyeltek. És akkor így néz ki egy ápolási részleg, tehát hogy melegvízes palackok, borogató kendők rakják föl az ilyen pakolást, olyan borogatást, vesebedörzsölés, és akkor este állják ápolónők, nem pedig, amit nálunk az
osztályon, hogy megszakadnak a adminisztrációba, meg a betegeknek az emelgetésébe és megfültetésébe, mert nincs rá idejük. Éppen a hölgy magyarázza, hogy hogyan készítik el a borogatást, ezt már vele emlékszem. Természetesen a gyógyító kristályok is mindenhol, és ott akkor minden orvos álma, hogy így néz ki mondjuk egy polc, ahol spongiától kezdve a spirea, és mindenféle homeopátiás szerep. Igen, a homeopátiás készítmények. Ez már a fürdőterápiás helység, illetve a fürdők után itt pihennek meg a pakolásukat, és ide jönnek le a betegek. Így néz ki egy nagy déza, ebbe diszpergálják egy kis kütyűvel az olajat, és akkor ebben füldenek a betegek. Ez a zeneterápiás ház, kicsit közelebbről, hogy elhiggyék nekem, hogy zeneterápia. És akkor, hogy ezek most ugye a Pénzországban nem nagyon, ezt azért írtam fel, ezt a megelégedettséget, hogy ott nem támadják így géppuskával az alternatív gyógyászat végző orvosokat, és akkor szokott lenni egy teljesen elfoglaltan felmérés, 500 klinika van Németországban, hogy akkor milyen a hatékonyság, tehát hogy mennyire gyógyulnak túl a betegek bizonyos objektív ismeretek alapján, illetve hogy mennyire elégedettek az ellátással. És a három alkotózókos klinika mindig benne van az első ötben. Tehát, hogy jól gyógyulnak. Akkor olyan rosszul nem mehet ez a dolog. Jól gyógyulnak, gyógyszer nélkül egyéb terápiákkal kiegészítve. Ő itt a végben. És hát itt a terápiás közösség, ez amikor arról beszéltem, hogy az orvosi ellen, akkor a terápiás közösségekben jól fejleszthető az orvosi ellen, főleg, hogyha hajlandó a közösségi munkát. Tehát utoljára, mert szerintem bevállalós a klinika, tehát hogy amit aztán végképp a hagyományos orvoslás, az akadémikus orvoslás nem hajlandó elismerni, vagy tehát ez végképp ilyen szívfájdalomhoz, ugye honnan jöttünk és hova tartunk. Tehát, hogy a születésünk pillanatában nem valami fizikai csomó érkezik meg, hanem ez egy szülőszoba, mert hogy a lélek érkezését is úgy fogadják, ahogy azt kell, illetve majd mindjárt mutatom a távozását is, és a szülőszoba az abszolút arra van berendezve, itt látszik a Mária kép a falon, hogy itt egy fogadnak egy lelket, vagy egy szellemünkarnálódó szellemet, és teljesen olyan módon. És akkor ez pedig a nagyon nagy dolog szerintem, ami nagyon szomorú, hogy Magyarországon volt zajlik, ez pedig a tudók is nyilván meghalnak emberek, már töregek, mert nem betegek voltak, mert nem tudom én, mert ez egy olyan kórház, ahol ugyanúgy meghalnak emberek, bárhol máshol. Meglejárt a mandátumok. Bejárt a mandátumok, és hogy az egész kórház alatt van egy hűtött ravatalozó, ugyanis ők pontosan tartják ezt, amit annak idején a népi gyógyászatban tartottak, a három nap ravatalozást, tehát aki meghalt, azt leviszik a ravatalozóba, és először a kórházi dolgozók búcsúznak el tőle, és három napon keresztül a hozzátartozók is látogathatják, és olvashatnak fel nekik, és oda vannak készítve ezek az ő útját segítő könyvek. Hát igen, köszönöm, hogy ezt megvalogatlan. Ez igazán. Így néz ki a ravatalozóba, van belehelyezve a halott. Az ugye nagyon fontos, hogyha valaki meghal, akkor az első három napban mit lát, mint tablókép, mikor távozik. És hát az nagyon szomorú, hogy most így a patológián mit látnak Magyarországon, tehát hogy mi történik egy beteggel. Erre az antropozófia nagyon komoly kísérleteket tesz, hogy erre legyen lehetőség, hogy mondjuk egy halottat ne vigyenek el azonnal, hogy úgy maradhasson addig a hozzátartozókkal, amíg rendben, tisztánba teszik, és mondjuk, hogyha valakinek tényleg ez a hitte, hogy akkor hogyan távozik egy lélek, akkor ez megtörténhessen. Hite szerint így igaz, és akkor itt az angyal, ami vigyelsz a halottat. Aztán majd mi van Magyarországon, vagy pontosan, hogy mi van Szegeden, tehát hogy miért ülünk mi itt. Szegeden van egy napsugaras ház nevű kis terápiás közösségünk, ahol ketten vagyunk antropozófus orvosok, és rajtunk kívül még 6 terapeuta dolgozik. Ezekkel a módszerek most váltok egy kicsit, mert azt már nem a PPT-re adtam. Akkor viszont a zenét lekapcsolnám, mert szerintem ott van. Thank you.
Napsugaras Ház nevű kis házikunk, ahol sajnos nem valamilag finanszírozott módon, de 80 terápiás közösségben antropozófus terápiát végzünk. Nincs nagybetűkkel kiírva, hogy antropozófus terápia, mert csak megállnának és nem bírnák kimondani, de reméljük eljön az az idő, amikor ezt meg lehet tenni. És hogy mikor ezek csak ilyen hangulatképek, hogy mi minden van nálunk a házban, ez a váró, itt szoktuk várni a kedves pácienseket, a gyerekeknek is van egy kis sarka, ez a, ahol le lehet ülni. Ezek ilyen tényleg hangulatképek, nálunk is van évszakot. Jaj, nem megy tovább. Ha lehet, hogy visszatelepok, akkor laposni. Ez a masszázs helység, gyógytornászunk is van. Ez a fürdőterápiás helység, itt van a dézsánk, itt porlasztjuk így az olajat, és ebbe a dézsába tudnak befeküdni a páciensek, itt történik a fürdőterápiás kezelés. Ez már a zeneterápiás termünk, mindenféle van. Ez a mi kis csapatunk, egy része, akik éppen akkor a megbeszélésen ott voltak. Ez az én rendelőmből egy részlet a gyógynövényekkel, itt a nagy ősökkel, Paracelsus és Hippokratész is a képen van, nem is a rendelő, rendelőben kis gyereksarok. Ez már megint a fürdőterápiás helység, hát így néz ki a fadézsánk. És így néz ki az, amikor az olajat diszpergáljuk a vízbe, föltesszük a gyógyító olajat, és folyik a víz, és az örmény maga szippantja be cseppenként az olajat, és porlasztja bele a vízbe, ez 3 órán át egy ilyen nagyon finom emulziót képez a kádban, így diszpergálódik egy olaj. Van festés és művészetterápiánk, illetve festőfoglalkozásunk, ezek a gyógynövények, amikkel aztán pakolásokat, borogatásokat lehet végezni. Ez a közösségi termünk, ahol továbbképzéseket, workshopokat szoktunk tartani. Ez már a zeneterápiás teremnek a dobjai. Hát ezt úgy szoktuk, hogy így nem mondjuk azt, hogy kedves gyerekek, zeneterápiára jöttetek, hanem azt szoktuk mondani, hogy dobkör, és akkor hetente kétszer van gyerekeknek dobkör, nagyon szeretik, ez egy szociális esemény is a számukra. Ez egy nagyon népszerű, és a felnőtteknek is hetente kétszer van dobkör, ez egy zenei élmény, nem kell hozzá semmit sem tudni, nem kell hozzá előképzettség is, mégis zeneiségben van része a kedves társaságnak, ez egy nagyon-nagyon jó pufa dolog. Aztán van ilyenünk, hogy meseterápia, ez a Boldizsár Ildikóféle meseterápia egy picit antropozófizálva, ezért úgy hívják, hogy Liget Szépe meseterápia. Itt nem csak pszichológiailag foglalkozunk a gyerekekkel, hanem a meseterapeutánk az így fölmeditálja a mesét oda a csillagokba, még az megelőző napokon mielőtt mesélni a kisgyereknek. Ezt onnan lehet tudni, hogyha egészen pici babáknak is mesél, akkor ami képeket ő a meditálott, ahol a baba lelke még van, akkor erre nagyon szépen reagálnak a kisbabák a mesének abba pontjába, amikor ő előtte való éjszaka arra gondolt, tehát hogy tényleg van egy ilyen kapcsolódás. Igen. Ez mindig erre valami konkrét dolgot lehet megtudni? Dolgot, igen. Egyáltalán kinek a meseterapeutánkat, például ő mesélte, hogy mesélte egy kisbabának, akinek volt születéskor a nyaka köré volt csavarodva a köldök, és mivel nyugtalan éjszakái voltak és nehezen aludt el, és akkor a szülők meseterápiával kívánták ezt a kisbabát gyógyítani, és vannak ilyenek a köldök, zsinóros mese, oxitocinos mese, tehát hogy ezeket így oldani, ezeket a dolgokat, és akkor ő képekkel dolgozik, megvan a mese a konkrét anamnézisre, és akkor azt a képet, ami úgy érzi, szíve szerint, hogy nagyon illik arra a kis betegre, azt ő nagyon színesen kidolgozza, kifesti, kiszínezi a képzeletében. Ezt egy meditációban teszi, ilyenkor ugye kapcsolódik a kisgyereknek a dolgaival, és akkor mesélte ezt a mesét, és a kisbaba közben szopizottan nagyon cika volt még, és akkor, mikor odaértek ahhoz a képhez, akkor így abba hatta, és ez mondjuk egyszer oké, de hogy ez minden alkalommal, és mindig annál a 3 képnél, ami neki szólt. Úgyhogy ez egy, tehát hogy ez ilyen megismételhető dolog, hogy elmesélte. Igen. Gyerekeknél szoktuk azt kombinálni, az nagyon bejön náluk, hogy a fürdőterápiában nem csak az a lényeg, hogy a fürdenek az emberek, és akkor aztán utána hazamennek, hanem utána van egy úgynevezett burokban tekvés, ezek körbe vannak udalában, nem megtörölve vannak ezután az olajozás után, hanem egy nagy burokba be vannak téve, és be vannak ugyolálva
felnőttek is, és ott pihennek egy fél óráig. Ez egy nagyon hatékony pihenő fél óra, itt elég sok minden történik, így lelkileg is közben a paciensek nagyon érdekes dolgokat szoktak mesélni. És akkor a gyerekek nehezen maradnak ott ebben a blokkban, és akkor úgy szoktuk, hogy kombináljuk a két terápiát együtt, az nagyon hatékony, tehát megkapják a fürdőt, burok, és közben kapják a mesét. Most az lenne a kérésem, miután lassan lejár az időnk, pár képük van, hogy a Bellának a szót, hogy a Bellának a hátfáját szeretném azért meghallgatni. Ezek még a meseterápiák, vagy a Bella hátfájára. A biográfiát már nagyjából összefoglalta Eszter, akkor abban most nincs időm belemenni részletekbe, ugye Timi? Hát azért valamit mondjam. Valamit mondjuk. Jó, biográfia az azt jelenti, hogy életútelemzés, ami azt jelenti, hogy mivel antropozófus terápia, ezért a megismerésen keresztül történik ez az életútelemzés. Én úgy szoktam csinálni, hogy a dédszülőktől kezdve fejtjük föl az életvonalat, tehát erről az életünkről beszélünk, és az a lényege, hogy minden olyan családi mintázat, ami hatással van a jelen életünkre, és úgy hatással, tehát azzal kell dolgozni nyilván, ami zavar, ami akadályoz, tehát azért dolgozunk bizonyos minőségekkel, csomagelemekkel, mert valamiért nem működik, vagy valami nem működik az életünkben, vagy az egészségünk, vagy valamilyen életkörülmény nem jól alakul. És ahogy elkezdjük a biográfiánkat feldolgozni, ez 7 éves ciklusokban történik, és van egy ilyen életkehely nevű ábránk, amit csak azért akarok megmutatni, mert jobban el lehet képzelni, hogy miről szól az életutunk, tehát 63 évig dolgozzuk fel az életünket, azért 63 évig, mert odáig történik az életünkben erre az életre szóló munkánk. 63 év után következik az úgynevezett szabad évek. Onnantól kezdve még nagyon sok szabad évünk lehet, tehát nem vagyunk megkorlátozva, de hogy a szellemi fejlődésünk ugye elkezd visszafordulni, és onnantól már a következő életünkre építjük a karmánkat. És a 7 éves ciklusunk az úgy néz ki, hogy az első 7 év az a legmeghatározóbb. Tehát a gyerekkor első 7 év, amikor a legmélyebben beépülnek a tudatalattiba a minták, a szokások. Az első 7 évnek az a szivacs állapotunk, amikor mindent befogadunk, a szülők az istenek, mi azt lemintázunk, amit látunk a külvilágból, ami ér minket impulzus, azt így mind beépítjük, és az én képünké válik. Tehát az első 7 év az a legszenzitívebb időszak, és kétszer-három fő csoportra osztanám én ezt a 63 évünket. Az első 21 év az a fizikai testünk fölépülése, amikor kialakulnak az eszközeink, a fizikai testünk fölépül. A következő 21 év, tehát ez a 21-42, az a lélek fejlődése, és a 42-63 pedig a szellem fejlődése. És ezen belül van az érző lélek, ami a 21-28-as időszak, tehát az a 7 éves időszak, amikor az érzelmeinket éljük meg. Tehát a fizikai testünk kifejlődött, kialakultak az eszközeink, és utána elkezdünk a burkainkon tudattalanul dolgozni. És a 21-28-as időszakban az úgynevezett asztrális énünket éljük, tehát az érzelmek, az ösztönök, tehát az egy nagyon impulzív időszak, amikor az érzelmeink buzognak, és elkezdjük így a világot fölfedezni, mint egy oroszlán. A következő 7 éves ciklus az a értelmi lélek fejlődés, egy kicsit elengedjük a fizikai vágyakat, ösztönöket, és inkább elkezdünk most már így a tudatosságunk felé hajlani. De a következő 7 éves időszak, ez a 35-42, ez a tudati lélek fejlődése, amikor már a fizikai és az érzelmi életünket megéltük, és elkezdünk inkább a tudatosság felé fordulni, hogy kívülről tudjuk már magunkat szemlélni, hogy az az időszakunk következik, amikor úgy bölcsülünk. És ezen belül ez a 30-33-as időszak, ez a 4 pont, hát akkor vagyunk leginkább az anyagban. Ez a Krisztusi időszak, amikor egy picit így meghalunk, picit újjászületünk, és ennek van itt az ideje, hogy
elengedjük, amit addig teherként magunkon cipeltünk. Ez egyébként ez folyamatos, tehát ez nem pont akkor történik, ez egy folyamatos munka, de akkor vagyunk úgy legjobban ebben a mélypontunkban benne. És így megyünk végig, tehát ennek a megismerése, elfogadása és megváltoztatása, tehát a megismerés maga ez az egész, ahogy feldolgozzuk a 7 éves ciklusokat, és minden 7 évvel, tehát az első 7 évvel akár 3 alkalom keresztül is foglalkozhatunk, mert az egy nagyon meghatározó, tehát azt még ugye kiássuk, fölismerjük. Az elfogadási folyamat az, amikor azt leírjuk. Tehát, hogyha egy ember képes fölismerni és leírni, és odaadni egy idegen embernek azt, amit ő megismert magával, az már az elfogadásnak egy része. És utána tudjuk megváltoztatni. Tehát eszközeink vannak erre, tehát vannak ilyen biográfiai módszerek, vagy eszközök. És ezzel foglalkozottál, hogy ebben tudsz segíteni. Így van, van, pont. Jó, ez volt a biográfia, hát sietünk. És a második, igen, még jön az időt, tehát hogy nagyjából ez a biográfia. De a hárfát azért szeretném meg. És a másik a hárfa, ő a hárfa, ami Magyarországon még annyira nem ismert, hiszen én is 2 évvel ezelőtt ismerkedtem meg vele, így elsőként Benedek Róbert nevű fiatalember hozta be Magyarországra, ezt is ő készítette. Németországban, svájci klinikákon már előszeretettel használják, főleg idegrendszeri problémákkal, tehát pszichiátriai osztályon nagyon jól alkalmazható, illetve veszélyeztetett terhesek miatt szokták ezt még alkalmazni, és nagyon jó eredményeket tudnak vele elérni. Nekem is nagyon jó tapasztalataim vannak vele. Egyrészt nagyon jól át tudom érezni a pácienst, vagy kezelt személynek az állapotát, illetve ez vice versa, tehát ő is nagyon jól érzi, hogy mi történik közben. Ez egy vibroakusztikus hangszer, ami azt jelenti, hogy ugye nagyon erős rezgéseket bocsát ki, és ez nem a levegőn keresztül megy át, hogyha egy szemét kezelek, hanem ráteszem a testére, tehát úgy kezdem, hogy talp, utána a lábszár, comb, és hason fekszik, utána a hát, a derek, a oldal, tehát ahova igényli, vagy ez egy intuitív gyógyászati módszer, tehát éppen ahogy igényli a paciens, úgy megyek rajta végig, és ez nagyon jó, amikor már a szavakon túl történik a gyógyulási folyamat. És akkor inkább megmutatom. Köszönöm szépen, most csak egy nagyon rövid, mert már itt van a következő előadónk, csak azért mégiscsak halljuk meg, hogy ennek milyen finom hangja van. De szerintem ki biztos volt, aki kipróbálta. Hát ez most csak rövid volt, de szerintem, hogyha valaki szeretné ezt a fajta kezelést kipróbálni, Bella még itt van kint. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Szerintem mi tudtuk volna még egy hétig hallgatni. Ennyi jutott a mai napra, úgyhogy nagy tapsot kívánok.